Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Tóth Roland Gábor vagyok, az AI X-Tech GmbH ügyvezető igazgatója innen Bécsből. Kutatásfejlesztéssel foglalkozunk. Ez a cég profilja. Mikor elindultunk azon az úton, hogy nektek berendezéseket értékesítsünk, amelyek hasznosak és egy alternatív irányt képviselnek, a regenerációt előtérbe helyezve, azon az úton indultunk el, hogy megismerjük és megértsük Nikola Teslának a szabadalmait, amelyet először orosz nyelvterületen Alexander Mishin fejlesztett ki, és ismert meg, adott át a nagy közönségnek, majd később Alexander Mishin Alexandrovics valósította meg, ő a cégnek a fejlesztője. Jó magam, a bioinformációs rendszer és a bioenergetikai rendszer fejlesztésében veszek részt aktívan. Az első készülék Alexander Mishin alapelveit figyelembe véve az ÖkoMeg volt, majd ezt továbbfejlesztettük, és a Zenpeak modulátor a legújabb fejlesztésünk, amely az összes Galjev hullámgenetikai mátrixot tartalmazza. Ezek az energetikai rendszerek, amelyekről beszéltem a videóban, valós energetikai rendszerek, valós összefüggések és valós fizikai modellek alapján készültek ezek az eszközök. A cégünk minden esetben számlát állít ki, és garanciát vállal a készülékre. Kérlek titeket, ne dőljetek be azoknak a spirituális álcsoportoknak, amelyek spirituális csoportnak állítják be magukat. Valójában minden tudományos vagy kutatási alapot nélkülöző elméletek alapján terjesztik a hitet és a nézeteiket, miközben mindenkit rágalmaznak, aki a környezetükben előfordul, és nem egyezik meg a hitviláguk az ő hitvilágukkal. Minden esetben, amikor minket rágalmazás ér, engem vagy a cégemet, ez automatikus feljelentést von maga után, és adott esetben a bécsi bíróságon találkozunk. Ezek az információk, amelyeket a videóimban közlök, ezek valós információk. A cold electricity valóban egy létező jelenség. A radiant energy valóban egy létező fizikai új jelenség, amelyet például Master Ivo nagyon szépen részletesen kifejtett. Valamint a kvantumfizikai jelenségek, amelyek a háttérben állnak, és az időenergiával kapcsolatosak, amelyet Nikolaj Kozirev részletesen kifejtett. Ezek nagyon mély és nagyon bonyolult összefüggések. Ezt be kell látni. Viszont, hogy érthetőek legyenek, ezért mesélje el Galjev, az orosz biológiai tudományok professzora, hogy az első Galjev hullámgenetikai készülék hogyan működött, mi volt az alapelv. Egy új fantasztikus szinkronnal készültem nektek. Köszönetet szeretnék mondani Pálfai Péter színművésznek és az MA Record hangstúdiónak a szinkronért. Következzen a videó, fogadjátok sok szeretettel, és ne felejtsétek el, a webshopban nálunk az összes Matrix és az új Zenpeak hullámgenetikai modulátor szintén hozzáférhető. Nos, itt bemutatom a hullámgenetikai technológiát, amiről sokat beszéltem, sokat írtam, de van egy másik technológia is, a Mishin technológia. Itt vannak a Mishin tekercsek előttem. Hogy működik? Mi az alapelv? Technológiánk a bioszisztémák genetikai anyagcsere információinak kiolvasása elvén működik, és általában bármely nem biológiai rendszerből ki tudjuk olvasni az információkat, amely polarizálja a fényt. Ez azt jelenti, hogy a rendszerünk különlegessége, eredetisége abban rejlik, hogy a szervezetünkben szintetizálódó bármely biológiailag aktív anyag kvantumekvivalensét szintetizáljuk, aminósavak, lipidek, fehérjék, nukleinsavak, ribonukleinsavak, DNS, bármi. Bármi, ami optikailag aktív. A testünkben pedig szinte minden optikailag aktív. Ez óriási lehetőség, biztosít, amelyeket bizonyos mértékig kihasználunk. De van egy másik technológia, amely meglehetősen hatékony. Ez a Mishin technológiája. Statikus elektromos mezők, amelyek önmagukban is nagyon magas biológiai aktivitással rendelkeznek. Röviden annyi a különbség a mi technológiánk és Mishin technológiája között, hogy olyan programokat adunk, amelyeket például egy biorendszerből, vagy biológiailag aktív anyagból olvasunk ki, és ezeket ismétlem, kvantum-ekvivalensekre fordítjuk, és betegekre is alkalmazhatjuk.
A személy például felépül. A mission technológiája pedig már előre meghatározott, kiválasztott frekvenciákat ad át az elektromos térnek, az elektrostatikus mezőnek, aminek ismétlem biológiai aktivitása is van. Az ötlet ez volt, hogy kombináljuk ezt a két technológiát, mindegyiknek megvannak a maga előnyei, és együtt nagyobb hatást érnek el. És a végén kiderül, hogy ez a Garyayev modulátor. Az alkalmazottaim így hívják. Úgy nevezett, ahogy akarod. De itt van a modulátor. Két információs folyamatot tartalmaz. Egyrészt itt vannak ezek a különféle formájú tekercsek. Valamikor Tesla írt, és beszélt erről. A másik információs folyamat az adataink, amelyeket itt a számítógépen rögzítünk, file formájában adjuk át, és ezeket a technológiákat összevonjuk, és megyünk a beteghez, az ügyfélhez, aki ebben vagy abban a betegségben szenved. Ilyen hangalapú programokat választunk ki neki. Kombinálva őket azzal, amit Mission csinál. Ezek biológiailag aktív mezőket, elektromos és statikus mezőket sugárzó tekercsek. Kiderült, hogy a két technológia szintézise nagyon erős. Sok mindent felülmúl, jobb, mintha külön csinálnánk. Egy számítógépről vesszük az információkat, azokról a programokról, amelyeket itt a laborban rögzítettünk, és másolunk merevlemezre, flash meghajtókra, amelyeken biológiailag aktív anyagokról kapunk valamilyen információt. Ez pedig hang, mert a hang spintronikus effektusok hordozója lesz. A spintron effektus speciális kísérleti, laboratóriumi eljárás keretén belül meglehetősen hosszú ideig és sikeresen tanulmányoztuk. Biokémiai folyamatokra alkalmaztuk, nem fizikai, kémiai és kémiai, hanem biokémiai, genetikai folyamatokra. Dióhéjban ez az, amit képvisel ez a két technológia egy komplex csomagban.